A Sárospataki Könyvtár átlagosan 2200 állandó taggal számol, de az éves olvasói létszám 3000 körül mozog. Itt is és a térség 15 könyvtárában is tovább szeretnék növelni ezt, mégpedig annak a kiadványnak a segítségével, amely hamarosan a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával egy nyertes pályázatnak köszönhetően készülhet el. Tulajdonképpen a könyvtári ellátás szépen csendben folyamatosan történik. Ezért általában az olvasókon kívül a nagy közönség nincs is tisztában azzal, hogy milyen fejlesztések történtek, illetve az olvasók is sokszor nem tudják pontosan, hogy mit vehetnek igénybe, milyen szolgáltatásokat kérhetnek. Most ezt szeretnénk egy kicsit, ezt a hiányt pótolni azáltal, hogy egy ilyen népszerűsítő kiadványt jelentetnénk meg. A 32 oldalas színes kiadvány a Sárospataki kistérséghez tartozó könyvtárak munkáját, szolgáltatásait mutatja be az aktív és leendő olvasóközönség számára. Emellett az egyes speciális funkciókat is megismerhetik az érdeklődők. Ami nagyon fontos és országosan is nagy hangsúlyt fektetnek rá, a nemzetiségi ellátás. Itt a kistérségünk ilyen szempontból szerencsés, egy három olyan településünk is van, ahol nemzetiségi ellátás folyik. Komluskán a ruszin, Háromhutában a szlovák, illetve Herczegkúton a német nemzetiség külön állomány résszel rendelkezik. Külön ezeket a nyelveken lehet dokumentumokat olvasni, keresni, és mindenképpen szeretnénk, hogyha ezzel minél többen tisztában lennének. A könyvtár vezetője elmondta, hogy a népszerűsítés célja az is, hogy egyre több olvasót könyvtárlátogatásra ösztönözzenek, és hogy segítsék azt a szakmai munkát a háttéranyagok biztosításával, amelyek mondjuk egy kutató tevékenységhez szükségesek. A kiadvány elkészítésére közel 500 000 forintot nyert el a könyvtár.